Most, hogy jöttünk befelé, nagyon sok részfelületet láttam, és ezzel hogy tudtok megbírkozni? Igen, hát ezeknek a részfelületeknek ugye az a egyetlen hátulütője, hogy ezek azért ugye oxidálódnak, és ez az oxidáció, ezt az oxid réteget, ezt el kell távolítani róla, valamint azokat a szennyeződéseket, amiket egy egyszerű napi takarítás során már nem lehet eltávolítani. Mi a javaslatod egyébként a napi takarítást, mivel érdemes végezni a rézen? Ugye az se jó, hogyha azért túlságosan gyakran tisztítják a részfelületet, viszont hát napi takarításnál egy nyírkos törlés bőségesen elegendő neki. Nagy takarításnál hogyan takarítjátok a részfelületet? Nagy takarításnál fogjuk a résztisztítót, ráfújjuk egy törlőkendőre, ezt szépen átdörzsöljük vele, valamint van egy olyan nagyon puha abrazív kendőnk, amivel le tudjuk dörzsölni róla azt az oxid réteget, és mégse karcoljuk meg a felületet. Brilliance Öko viszkőoldó szuperkoncentrátumból készítettünk egy 1:3 arányba egy hígítást, amit a flakonon mutatja is, tehát nagyon egyszerű behígítani. Mindig meg kell nézni a szálirányt, ugye látszik, hogy itt hosszú irányban van a szálirány, ennek megfelelően kell tisztítani, és hogy ugye enyhén abrazív kendővel lesz szépen ezt a oldatot beledörzsöljük, és látszik is, hogy gyönyörűen szedi le róla ezt az oxid réteget. És nagyon fontos, hogy nem marta meg a felületet. Nem marta meg a felületet, hanem csak leszette. Hát ez egységesen fog visszaoxidálni. Ez egységesen fog, így van. Ugye nagyon fontos a résztisztításnál, hogy megnézzük a szálirányt. Mindig száliránynak megfelelően kell tisztítani, tehát ne kereszt irányba, mert akkor akár lehet karcos, nem lesz olyan szép, egyenletes a felületünk, nem fogjuk megkapni azt a kívánt eredményt. Így van, meg nem körkörösen. Hát meg nem körkörösen, így van, igen, meg nem fémdörzsivel és társaival, tehát nagyon ügyelni kell arra, hogy ez egy kényes anyag, ennek megfelelően kell tisztítani.